vezetőedzőként most mutatkozott be az FK Csíkszereda kispadján. Hogy várod ezt a debütálást? Természetesen elgondoltam úgy, hogy nem lesz könnyű meccsük, vagy elbeszéltük a fiúval is. Egy olyan csapat ellen játszunk, aki a kiesésért küzd. Azért egy olyan klub ellen játszunk, akinek van múltja a román labdarúgásban. Tiszteljük az ellenfelet, ez nem is kérdés, de viszont azért készültünk utolsó két hétben, hogy három pontra szeretnénk visszatérni, úgyhogy csak ez is a kitűzésünk, szeretnénk egy jó meccset csinálni, azért gondolom, hogy jó meccset fogunk csinálni, meg is tartottam a csapatnak a tetszett az utolsó mérkőzésen a stadionálni felállítás, úgyhogy a játékrendszeren nem fogok tudni, nem is akartam változtatni. Úgyhogy remélem, hogy jó önbizalommal jöttem, amit átadtam gondolom a fiúknak is, és úgy gondolom, hogy aki pályára fog lépni, az biztos, hogy mindent bele fog tenni a három port elérésére. Személyesen izgulsz a bemutatkozás miatt? Nem izgulok, mert most már úgy gondolom, hogy van egy olyan múltam a labdarúgásban a hátam mögött, ami nem, azért részemre nem feszültség, viszont a játékosoknak sokkal nagyobb a feszültség bent, úgyhogy én gondolom, hogy ezt tudom kezelni. Mit láttál a csapaton ebben a bő két hétben, mióta átvetted az irányítást, hogy dolgoznak, milyen állapotban van a Lányra. Hát őszintén mondva, óriási meglepetés volt számomra, amikor elkezdtük az edzéseket, hogy azért milyen magas intenzitásban edzettünk két héten keresztül, és mindenki hogy beleállt a munkába, ez nekem őszintén megdöbbentő volt. Épp elbeszéltem a stábbal is azért, hogy olyan ritmus vagy olyan tempóba bele voltak állva, és mindenki olyan 100%-osban dolgozott az edzésen, hogyha kerestem egy játékost, hogy megszólítsam, hogy nem edz, kerestem volna, de nem kaptam, úgyhogy én büszke vagyok, ami utolsó két hétben, amit csináltak a fiúk, úgyhogy ezért vagyok annyira önbizalommal kitelve, és úgy gondolom, hogy biztos, hogy egy jó meccset fogunk csinálni Temesváron. Csapatkapitányként hogy látod ezt az időszakot? Egyáltalán sikerült felrázni a csapatot ebbe ezután a viszonylag rosszabbul sikerült tavaszi kezdés után? Hát igen, nagyon nagy csalódásként érte meg a csapat, hogy nem sikerült bejutni a playoffba, és utána történt egy változás, amit új vezetőedző érkezett, és én azt érzem, hogy mindenki nagyon motiváltan állt bele a munkába, ahogy megszokott az új vezetőedző. Jól is, szerintem, személy szerint úgy érzem, hogy jól is dolgoztunk. Az elmúlt két hétben váltott szünetbe, és mindenki nagyon várja az első mérkőzést, mindenki csapatba szeretne kerülni, és nem utolsó sorban vissza kéne vágjunk a Temesvárnak, mert az utolsó téli szünet előtti utolsó mérkőzést kikaptunk ott, és ez nagyban befolyásolt, hogy jutottunk be a play-offba. Mi lehet a siker kulcsa a Temesvár ellen? Hát mindenképpen csapat egységeseknek kell lennünk, mindenkinek úgy, hogy bele kell tenni a 100%-ot, harcolunk el egymásért, és úgy, hogy megcsináljuk, mint a Slatin ellen, hogy egymásért harcunk, szerintem akkor nem lesz probléma. Csüli, a pályán mire számítotok a bánságban a Temesvár ellen? Hát ismerjük a Temesvár csapatát, megnéztük, tudjuk a gyenge pontjainkat, tudjuk, hogy miben erősek. Az biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de ahogy mondta Kello, csapat egység, és a pályán kell 100%-ot adni. Úgy kell legyünk a pályáról, hogy azt kell mondjuk, hogy megtettünk mindent a csapatért és a három pontért. Milyen eredmény ellen elégedett? Nem, mindegy mennyi lesz, nyerjünk, három pont. Egyet be tudjuk mindent.